Sziasztok, kingek! Az Airsoft szíve és lelke legérdekesebb része nyilvánvalóan a fegyver, amit a kezedbe veszel, hogy megvívd az előtted álló izgalmas ütközeteket. Sokat beszéltünk korábban arról, hogy milyen fegyvert érdemes megvenni kezdőként. Most beavatlak titeket abba, hogyan érdemes okosan Airsoft fegyvert, pontosabban Airsoft replikát vásárolni, és beszélgessünk egy kicsit arról is, hogyan kell felelősség teljesen bánni az új szerzeményeddel. Jöjjön hát néhány okos tipp az Airsoft fegyver vásárlásról, nem csak kezdő játékosoknak. Az első kérdés az, hogy honnan vegyek Airsoft fegyvert. Nem titok, hogy Magyarországon szinte mindenki külföldről vásárol Airsoft replikákat és felszereléseket. Ennek számos oka van. A külföldi boltokban nagyobb a választék, legtöbb felszerelés olcsóbb, a szállítás pedig általában gyors és korrekt. Mi a Swiftnél elsősorban két lengyel boltól szoktunk rendelni, az egyik a taiwangun.com, a másik pedig a gunfire.com, de amúgy ezer másik bolt van, amely szállít Magyarországra. Nekem az a tapasztalatom, hogy a Taiwangun gyorsabb és igényesebb, a Gunfire olcsóbb szokott lenni. Korábban csináltunk egy elég hosszú videót arról, hogy pontosan mivel, hogyan érdemes fizetni ezeknél a boltoknál, annak érdekében, hogy minél olcsóbban jöjjön ki a rendelés. Dióhéjban annyi a lényeg, hogy nyissál Revolut számlát, ne a forintos bankszámláddal fizes. Számold ki, pontosan milyen devizában éri meg rendelni úgy, hogy forintban a legjobban jöjjön ki a vétel. Ha tudod, várd meg, hogy a kiszemelt replikád akciós legyen, mert lehet, hogy fele annyiért be tudod szerezni, mintha egy átlagos hétköznap vennéd meg. Ha ezzel kapcsolatosan még több tippet szeretnél, nézd meg a hosszabb videónkat arról, hogy érdemes külföldről Airsoft replikát rendelni, a linket a leírásban találod. Mielőtt rendelsz, nagyon figyelj, hogy az üzlet az EU-n belül legyen, mert ha például Kínából vagy Amerikából rendelsz, lehet, hogy az eleve drága Airsoft replikádra dobnak még egy vámot, vagy akár 27% áfát is. Maga a vásárlás folyamata amúgy teljesen magától értetődő. Bedobod a kiszemelt cuccokat a kosárba, rányomsz a vásárlás gombra, megadod a szállítási címedet, kifizeted a rendelést, és egy-két héten belül meghozza a futár. De amúgy a Taiwangunnál például nálam már volt olyan is, hogy 3 napon belül megjött a cucc. A külföldről való bevásárlásnak persze megvannak a saját kihívásai is. Nyilván egyrészt tudnod kell angolul, másrészt pedig nem tudod végigtaperolni a kiszemelt replikádat, és nem tudsz olyan szinten személyre szabott tanácsadást sem kérni, mintha itthon vásárolnál. Szóval, lehet, hogy egy magyar bolt némileg drágább, mint a Lengyelországból vásárolsz, de azért vannak előnyei is annak, hogy besétálsz a helyi shopba. Az eladó tud neked segíteni fegyvert választani, tud hozzáadni pár személyre szabott tippet, illetve adott esetben az is lehet, meg tudod tapogatni a kiszemelt fegyveredet, felszerelésedet, kiegészítőidet. És persze, nem kell a devizaváltással sem bíbelődnöd. Még egy javaslat. Ha megvetted a fegyvert, érdemes vele egyből becsekkolni egy helyi szervizeshez is, átnézésre, kisebb hibák javítására, esetleg egy hop-up cserére. Ha azt szeretnéd tudni, hogy kezdőként milyen replikát érdemes megvásárolni, erről is csináltunk nemrég egy videót. A linket a leírásban találod. Beszélgessünk egy kicsit a létfontosságú kiegészítőkről. Önmagában az, ha veszel egy airsoft puskát, nem jelenti azt, hogy el tudsz vele menni játékra, sőt, még az is lehet, hogy lőni se fogsz tudni vele. Kell mellé venned néhány kiegészítőt is ahhoz, hogy az eszköz megbízhatóan és biztonságosan használható legyen. Pár hónapja csináltunk egy elég részletes videót arról, hogy milyen felszereléseket honnan érdemes beszerezni kezdőként, ha airsoftozni akarsz, ennek a linkjét a leírásban találod. Ha kifejezetten egy újonnan vásárolt elektromos replikádat akarod működtetni, mindenképpen vegyél hozzá akkumulátort, okostöltőt, tárakat, BB-t, és ne feledd, védőszemüveget, még akkor is, ha csak a kertedben akarsz vele célba lőni. Ha gázos vagy HPA replikát veszel, nyilván ehhez más dolgok kellenek, de nagyon erősen javaslom, hogy kezdőként mindenképpen elektromos airsoft replikát, vagyis AEG-et vegyél. Sok fegyverhez kapsz gyárilag töltőt, akkumulátort és high cap tárat is, én azt javaslom, hogy első dolgod legyen az, hogy ezeket kidobod a kukába. Természetesen az akkumulátort ne a kommunálisba hajtsd. A gyári akkumulátorok és töltők rossz minőségűek, én megbízhatatlanok, és akár tűzveszélyesek is lehetnek. Mindenképpen érdemes vásárolni egy jobb minőségű lítium polimer, vagyis lipo aksit, illetve egy okos töltőt, amely mutatja az akkumulátor töltöttségét, és automatikusan abba adja a töltést, ha az aksi megtelt. Így nem gyújtod magadra véletlenül sem a házadat, ha játékra készülsz. Arra is figyelj, hogy olyan aksit válasz, amely belefér a tusba, előagyba vagy tokfedél alá, attól függően, hogy épp hova kell ezt tenni az új replikádon. Az aksi méretét és azt, hogy hova kell pontosan tenni, a legtöbb gyártó feltünteti online a termék leírásnál is. A gyári high cap, vagyis nagy kapacitású tárakról pedig azt kell tudni, hogy csörögnek, zörögnek, illetve sokszor nem adagolnak rendesen,
Sőt, sok szervező egyetlen be sem engedi őket játékra. Célszerű szerintem mindenképpen venni az új replika mellé legalább 4 darab midcap, vagyis közepes kapacitású tárat is, illetve egy mellényt vagy tárzsebet, amelyben ezeket hordozni tudod. Ezeken kívül persze 1000 féle kiegészítőt vásárolhatsz még a fegyveredhez, de szerintem az ilyen dolgok, mint a Red Dot, lámpa vagy tracer bőven ráérnek. Én a legtöbb fegyveremet a mai napig teljesen bőrén nyílt irányzékkal használom. Fontos hangsúlyozni, ez a rész csak a fegyverekről szól, de egy csomó más dolog is kell ahhoz, hogy airsoftozni tudj, például védőfelszerelések. Erről is csináltunk egy videót nemrég, úgyhogy nem térnék ki rá részletesen, a linket a leírásban találod meg. Végül beszéljünk egy kicsit a felelősségről és a szabályokról. Azzal, hogy airsoft fegyvert veszel, egy eszközt veszel egy sporttevékenységhez. Ennek az eszköznek a birtoklása nem csupán azt jelenti, hogy felelősségteljesen kell vele viselkedned, hanem azt is, hogy vannak jogszabályok a tárolása, birtoklása, szállítása vonatkozóan, amelyeket be kell tartanod. Kezdjük azzal, hogy egy airsoft replika csak és kizárólag arra való, hogy kontrollált körülmények közt sporttevékenységet végez vele, vagyis egy airsoft játékon használd, esetleg a kertedben célba lőj vele, ha és amennyiben ez a köznyugalmat nem zavarja meg, és mások testi épségét nem veszélyezteti. Vagyis nem arra való, hogy kemény csávónak érezd magad attól, hogy van egy játékpuskád, nem alkalmas arra, hogy ezzel próbálj meg menőzni, önvédelmi tevékenységet ne végezz vele, és véletlenül se próbálj meg vele személyes konfliktusokat rendezni. Én nem ajánlom egyébként azt sem, hogy mondjuk egy beöltözős céges bulin vagy farsangon jelenj meg egy airsoft puskával, mert ez fölösleges feszültséget és veszélyérzetet kelthet másokban. Használd arra, amire való, sporttevékenységre. Ha nem a jogszabályoknak megfelelően használod a replikádat, komoly bajba kerülhetsz. A hatóságok ugyanis nem minden esetben tudják megkülönböztetni az airsoft replikádat egy valódi fegyvertől. Ha valami incidens történik a rendőrhatóságokkal, és csupán annyi a kimenetel, hogy elkobozzák a replikádat, és egy éven át visszatartják bevizsgálás miatt, még könnyen megúsztad. Ha már jogszabályok. A magyar törvények szerint az airsoft fegyver légfegyvernek minősül, 18 éven aluliak pedig nem vásárolhatnak légfegyvert, viszont használni használhatják ezt szülői felügyelet mellett. Én erősen javaslom, hogyha nem múltál még el 18 éves, kér segítséget a szüleidtől. Ahhoz, hogy részt vegyél egy airsoft játékon, amúgy is kell az ő beleegyezésük. Végül pedig jöjjenek a gyakorlati tudnivalók. Ha meghozza a futár az új replikádat, mindenképpen figyelj arra, hogy csak akkor vedd ki a dobozból, ha már hazaértél, eszedbe se jusson, hogy nyílt utcán kibontani és megnézegetni. Jogszabályok szerint a replikádat zárható szekrényből a BB-től elkülönítve kell tárolni, de ez ugye csak akkor válik akut kérdéssé, ha netán házkutatást tartanak nálad, ami akkor lehetséges, ha felmerül valamilyen bűncselekmény gyanúja. Azért, ha biztosra akarsz menni, inkább tedd be a replikát egy kulcsos szekrénybe, különösen, ha van otthon fiatalkorú gyereked vagy kistesód, de gondolom, ez úgyis magától értetődő. Amire különösen figyelned kell, az a megfelelő eljárásmód, ha játékra szállítod a felszerelésedet. Semmiképpen ne hordozd a kezedben, hátadon vagy bárhol jól látható helyen a replikádat. Tedd be egy fegyvertáskába, zacskóba, vagy ha nagyon nincs más, a gyári dobozba. De semmiképpen ne tűnjön úgy, hogy közterületen fegyvernek látszó tárgy van nálad, mert ezért nagyon komolyan megütheted a bokádat. A jogszerű, szakszerű szállítási mód, amellett, hogy a fegyvertáskában van az eszköz, az, ha nincs benne a tár, nincs a csőben BB, illetve nincs akkumulátor sem belehelyezve, erre is nagyon figyelj. Akkor is így kell szállítani replikát a buszon, gyalog, vagy akár a saját autódban mész. A fegyver akkor kerülhet elő, ha beléptél a játékterületre. Nagyon erősen javaslom, hogy már ekkor vedd fel a védőszemüvegedet. Beleteszed az aksit, betöltöd a tárakat, lekronózod, aztán ha átment a kronon, megint kiveszed a tárat, aztán leadsz vele 2-3 lövést egyes lövésben, hogy üres legyen a cső. Első játékon amúgy érdemes pár próbalövést is végezni. A legtöbb airsoft fegyverben ugyanis van egy úgynevezett hop-up rendszer, ami befolyásolja azt, hogy milyen ívben hagyja el a csövet az airsoft replikába a kilőtt BB. A hop-up állítható és be is kell állítani a játék előtt. A legtöbb fegyverhez ez úgy férsz hozzá, hogy a felhúzókar segítségével kinyitod a hüvely kivető nyilást, aztán az itt fel lehető tárcsát vagy billentyűt úgy állítod be, hogy a fegyverből kilőtt BB egyenesen haladjon a céltárgy felé. Ezt úgy tudod egyszerűen ellenőrizni, felveszed a szemüveged, betározol egy teljes tárat, és addig lövöldözöl a fegyverrel, illetve állítgatod a hop-upod, amíg eléred, hogy ahelyett, hogy a földbe vágja, vagy kilövi a stratoszférába a BB-t, egyenesen repül legalább egy jó 30-40-50 métert, mielőtt leesik. Próba után ne feledd el kivenni a tárat, és kiüríteni a csövet. Semmiképpen ne lőj rá senkire, amíg el nem indult a játék, viccből, jó fejkedésből, fájdalompróbából sem. Figyelj oda a szervezőkre és az eligazításra,
Fontos, hogy pontosan tudd, kivel, mikor, mit kell csinálni ahhoz, hogy minden szabályszerű legyen, és mindenki jól érezze magát. Az Airsoftnak egyébként számos biztonsági szabálya van, ezt ismét ki kell emelnem, de ezekről most nem akarok külön beszélni, mivel egy elég részletes videót csináltunk róla korábban. Nézd meg mindenképpen ezt is a játék előtt. A linket a leírásban találod. Remélem hasznosak voltak ezek az információk, és bízom benne, hogy a lényeget sikerült úgy elmondanom, hogy te is látod, az egész nem túl bonyolult. Sok olyan jogszabály tudnivaló van az Airsofttal kapcsolatosan, amely igazából teljesen magától értetődő. A lényeg, hogy vigyázz magadra és vigyázz másokra is. A vásárlásnál és a fegyverhordozásánál pedig járj el okosan. Köszönjük a figyelmet! Ha tetszett ez a videó, ne felejts el dobni egy lájkot és feliratkozni a csatornánkra. Rendszeresen igyekszünk posztolni ehhez hasonló hasznos tartalmakat hazai Airsoft világáról, illetve megtalálsz nálunk beszámolókat és a nagyobb hazai Airsoft játékokról. Ha pedig még dilemmázol azon, hogy elkezdj Airsoftozni, csak azt tudom javasolni, hogy ne habozz. Vár téged egy befogadó, barátságos, segítőkész közösség. Áldott szép napot kívánok, kedves barátaim! Remélem, korengálon találkozunk.